Szervusztok! Ezt a videót ezt arra fogom készíteni, hogy a bennetek megjelenő érzéseket és ezeket a lejövő érzéseket hogyan lehet legjobban lefordítani vagy értelmezni. Nagyon sok kérdést kapok, aminek nagyon örülök, hogy itt fáj a fej, amott fáj, ettől félek, attól félek, és hogy most mi van rossz, mi rossz velem, meg hogy a család, meg tudod, ez érdekes, és akkor elmondok egy-két dolgot. 2022. december 25-én megállt az a világ, hogy rólam szól a világ. A kollektívról szól, magyarul. Kollektívról szól. Tehát, ha bennetek megjelenik egy érzés, nehogy Isten, egy ilyen trauma érzés, vagy félelem, vagy szorongás, akkor régen ezt úgy értelmeztük, hogy Jézusom, mi van velem, mi rossz emlékeim vannak, mit csináltam, stb. Nem erről szól. Ez arról szólt, hogy a kollektívból, ugye ez a kvantum mezőből lejövő energiák, amiket év milliók alatt benyomtunk, az rajtunk jelenik meg azzal a kéréssel, a teremtőtől a kéréssel, hogy segíts elengedni. Tehát az, hogy a tiéd-e vagy nem, nem számít. Én is annyi francot engedek el, persze bennem is volt egy millió ilyen dolog, de segítek napi szinten elengedni a kvantum mezőből, meg másoknak a kollektívból ezt a megrekedt energiát. És ez azért fontos tudni, mert a kvantum mezőben, ugye, hogy nyomtuk tele a sok gyógyulatlan ökösségeinkkel millió évekig, minden ott van. Az olyan, mint egy ilyen közös kert. Tudod, ha mindenki szépen táplálja, hozza, tudod, ápolja, akkor egy gyönyörű kert lesz. De ha valaki elkezd szemetelni, meg ott a nejlonzacsi, meg a papírzacsi, meg a, tudod, akkor pár nap alatt az egész egy nagyon csúnya látványá alakul át, és ezt csináltuk mi a kvantummezőben. Tele vagyunk franccal, és nyomjuk tele, és akkor onnan meg vannak olyan evolúciós szintek, akik azt mondják, hogy hát itt egy kis bűnöző energiát, akkor ezt most fölveszem, és akkor lejátsz a bűnözőt. Okay? És azért mondom, ne vegyél semmit magadra, mindenkiben ott van minden. Már mindenki volt minden, férfi, nő, bűnöző, ilyen, olyan, amolyan, egy millió rész. Tanuld meg, hogy hogy kell ezt elengedni. Tanuld meg magadban integrálni, és akkor az a rész, a kvantummezőben az energetika rész, ez megsemmisül. Akkor már nem fogja ez az evolúciós szint azt mondja, hogy ha bűnöző vagy, vagy ezt az energiát vettem föl, most akkor én bűnözőt játszok. Nem létezik. Így tudunk csak jobb világot teremteni, hogy magunkon keresztül, ahogy meggyógyulunk, nem csak pozitív frekvenciákat, hanem a negatív frekvenciákat semlegesítjük. Csak úgy tudunk igazi nagy lépést előre tenni pozitívságban, hogyha a negatívot semlegesítjük. Jó? De ez nagyon fontos. És pillanatot adjatok, gondolkodom. Hát igen. Tehát amikor ugye azt mondod, hú, szorongás vagy. Oké, rajtam is kijött szorongás, pedig aztán én tudom a receptet, tudom, hogy kell a szorongást elengedni, és egy hónappal ezelőtt én eszméletlen szorongás jött ki rajtam. Kollektív. Oké, mit csinálok? Alkalmaztam a technikákat, és elengedtem. Tehát ez a lényeg, gyerekek, hogy ne vegyetek semmit magatokra. Az a világnak vége. Arról szólt a Mátrix, hogy de hibás, tudod, mi is hibáztatunk mindenkit, a tanár hülye, a szülő hülye, apu nem volt ott, anyu izé volt hiszti, stb. Vége, elég. Vállaljunk felelősséget magunkért, és az elmény keresztül, ami a kvantum mező táplálja, kezd szépen kivenni, integrálni a dolgokat, hogy ne teremtsük újra és újra és újra azt a világot, amit nem szeretnénk. Jó? Amit ti nem szeretetek, az bennetek van, mint egy elvarratlan történet, mint egy árnyoltam, mint egy hiedelem, és ennek vannak persze ilyen kombinációi. Tehát csak magunkon belül tudjuk megváltoztatni a külvilágot. Jó? Oké, ennyi. Szép napot. Ciao.